Félelőttünk, az íjász nője ki! Jó! Na, ezt tudjuk gyakorolni. 60 év árbi ifjúsági mozgalommal mindig is fontosnak tartottuk a fiatalok nevelését. Ezt a célt szolgálja a gyerektábor nevezetű intézményünk is, amit egy jó pár éve kibővítettünk ifjúsági táborrá, tehát hogy már a 14, 15, 16, 17, 18 éves korosztály is részt vehessen a táborokban, mert hogy velük azért bővebben többet tudunk foglalkozni, nekik azért több mindent tudunk átadni. Olyan kérdésekkel, amikkel találkoznak ugyan mondjuk a modern világban, de egy teljesen más liberális megközelítésben, mi pedig gyakorlatilag az ősi, hagyományos szemléletmódot próbáljuk átadni nekik. Nagyon jó, de egyben nehéz is, mert tobozokkal dobáltak és rohamoztak. A nagyoknak pedig elsőnek mi dobáltuk őket tobozokkal, és amikor mondták, hogy roham, olyankor mindenki odafutott és elvette a pajzsukat. És el tudtátok venni a pajzsaikat? Igen. Hát úgy próbáltuk összeállítani a tábornak a tematikáját, hogy minden nap más és más formákkal találkozzanak. Tehát gyakorlatilag a honfoglaláskori hagyományőrzéstől a modern harcászatig minden napra jut valamilyen foglalkozás. Közben ugyanúgy vannak sportfoglalkozások, minden reggel reggeli tornával kezdünk. Éjszaka vannak bátorságpróbák, vagy akár a nagyobbaknak riadók, véletlenszerűen, meglepetésszerűen, különböző próbáknak vetjük őket alá, illetve törekszünk arra, hogy a közösségi bajtársi szellem is kialakuljon köztük. Szerintem itt a gyerekeknek az összekovacsolódása van főként folyamatban, mert sok olyan programok vannak, amiket együtt kell végrehajtanunk. Mint például, amikor a pajzsokkal és a kardokkal együtt egy alakzatot fel kell vennünk, és olyan formációban, mintha az ellenség jönne szembe. És ugyanígy az íjászat is. Mindig figyelni kell egymásra, nem lehet csak úgy lézengeni, meg szédelegni, hanem fegyelemmel és tisztelettel mindenki iránt. Gyertek el ti is a táborba! Legjobb tábor!